Személy szerint én is gettóban töltöttem a csecsemőkorom első néhány hónapját egy ruhás kosárban. Anyám táplálni nem tudott, súlyos beteg volt. Apám munkaszolgálatos volt, nagyanyám volt velem. Időnként apám megérkezett hozzánk, Isten tudja, honnan élelmet hozott azoknak a nőknek, akiknek meghalt a gyerekük, csak azért, hogy ne apadjon el a tejük. Mert ők jelentették az élelmet nekem, és annak a néhány csecsemőnek, akik még életben voltak. 1970-ben született a fiam, és össze-vissza rohangáltam vízhőmérőért, mert képtelen voltam a könyökömmel megállapítani a fürdővíz hőmérsékletét. Sűrűn káromkodva mondtam anyámnak, hogy ebben a városban nem létezik a vízhőmérő. Mire ő halkan megjegyezte, Éva, te hónapokig vizet sem láttál. Az apád járt be időnként, és akkor leolajozott. Elszégyeltem magam. A következő szöveget Fábián Éva tette közzé. Susan Kalev, gyökerek a múltban. Anyám hangjában némi büszkeséggel emlegette, hogy bolondnak tartották, amiért 1944-ben teherbe esett. Szinte megszállottan ragaszkodott ehhez az elképzeléséhez. Terhesen és egy 3 éves kisgyerekkel 6 hónapot vészelt át a budapesti gettóban, mert az egyik rokona felvette egy különleges családi cionista listára. Megmenekült attól, hogy pápáról Auschwitzba hurcolják. Helyette először egy budapesti táborba, majd egy gettóba került. Nagybátyám volt a pápai zsinagóga roshakalja, és engedélyt kapott, hogy a saját családját megmentse. Én 1944 nyarán születtem a budapesti táborban. Ettől kezdve anyámnak már 2 kislányról kellett gondoskodnia. Míg ő az épületben dolgozott, én a belső udvaron egy kosárban aludtam. Amikor 1 hetes voltam, egy német tiszt a fölöttem levő erkéről ledobta a cigaretta csikjét, amitől lángra kapott a pólyám. Anyám sikoltozva rohant ki az udvarra. A lángoló kosár láttán azonnal elapadt a teje. 3. fokú égési sérülésekkel rohanvást visszavittek a kórházba, ahol születtem. Nem tudtak értem semmit tenni, bekentek vazelinnel, és azt mondták anyámnak, várjak ki a kritikus első 24 órát. Vért adott nekem, és éjjelente pár óránként ide-oda forgatta a fejem, hogy a nyakamon a sérült bőr ne hegesen gyógyuljon. Túléltem a balesetet, de mivel anyám nem tudott tovább szoptatni, péppé rágott babbal és borsóval etetett. Életem első évében hatalmasra puffadt a hasam, amihez pipaszár karok és lábak társultak, nyakamon és vállamon pedig heg húzódott. De erős voltam. Nővérem, Mari, megkapott egy gyermekbetegséget és meghalt. 2 maradtunk anyámmal. Amikor 1945. januárjában bevonultak az oroszok, egyedül kellett magáról és csecsemőjéről gondoskodnia. Éhesen, fázva járt a Budapest utcáit, mindössze 27 éves volt. Nem tudta, visszajön-e valaki a családjából. Visszatért pápára, apám szülővárosába, és abban a házban élt, ahová férjhez ment. Hamarosan kiderült, hogy senki nem élte túl a szörnyűségeket. Sem apám, sem anyám nővére, sem a szülei. Ugyanebben az évben történt, hogy anyám a pápai ház erkélyén ült, amikor egy férfi jött arra, aki a közeli kapuvárról származott. Idősebb ember volt, anyám és családja régóta ismerte. Épp egy zsidó esküvőre tartott. Anyámmal évek óta nem találkozott. Kiderült, hogy a háborúban elvesztette a feleségét és a gyermekeit, és egyedül élt. Beszélgetni kezdtek. Addig-addig, amíg a férfi lemaradt az esküvőről. 1946-ban összeházasodtak. Első gyermekkori emlékeim a kapuvári házunkhoz kötődnek. 2 évvel később megszületett Marika, a húgom. Kapuvár kisváros, ahol én voltam az egyetlen megmaradt iskoláskorú zsidó gyermek. Emlékszem egy nap, azzal szaladtam haza egytermes kis iskolánkból. Mondja meg a dadus, mit jelent a zsidó szó. 10 éves koromig azt hittem, a mostoha apám a vér szerinti apám. Szüleim szinte soha nem beszéltek a háborús évekről és elveszett családtagjaikról.
Amikor kiderült az igazság, ragaszkodtam hozzá, hogy a zsinagógában maradhassak azokon a szertartásokon, amikor elmondták a kaddist, a halotti imát. Anyámat csak holokauszt túlélőként ismertem. Az évek során összeszedegetett részletekből és unokatestvérek elbeszéléseiből lassan kirajzolódtak szörnyű veszteségei. Egyszer elmesélte, hogy visszatért Sopronba, a szülővárosába. Vissza akarta szerezni azokat az ezüst tárgyakat, amelyeket megőrzésre nem zsidó szomszédaiknál hagytak. Hallotta a városbeliek morgását. Nem lehet megszabadulni ezektől a zsidóktól. Többen jöntek vissza, mint ahányan Hitler alatt elmentek. Apámat egy német munkatáborba hurcolták, és rá nem jellemző módon anyám egy alkalommal elárulta, hogy apám egyetlen egyszer meglátogatta őt. Ezen az éjszakán fogantam meg. Sokszor elképzeltem létezésem kezdetének szerelmes éjszakáját. Azt, hogyan nézhet ki apám, hogyan tekinthet le rám büszkén a mennyből. Rendszeres magyarországi útjaim során meglátogatom szüleim és soha nem látott nagyszüleim otthonát, és elgondolkodom, hogyan éltünk volna együtt ezeken a helyeken. Járom anyám szülővárosának utcáit, megérintem iskolájának szép vörös köveit, beszívom ugyanazt a levegőt, amit ő. Nézem a velem egykorú nőket a városban, és arra gondolok, hogy akár én is lehetnék az egyikük. Úgy élnék, mint ők. Néha vágyom az életre, amitől megfosztottak. Nem csak túlélni akarom az életemet, hanem élni. Vissza akarok térni anyámhoz. Miután 1956-ban elhagytuk az országot, anyám soha nem akart visszajönni Magyarországra. 10 évbe telt, amíg felszakadt benne valami, és azt gondolta, szembe tud nézni az emlékeivel. 1992-ben, 36 év után visszavittem Magyarországra. Szülei soproni házának kertjében, amelyet apja ültetett, kitört belőle a sírás. Az egyszerű parasztasszony, aki ott élt, emlékezett a szüleimre, látott engem csecsemőként. Csak állt mellettünk, és megértette. Mindig is anyám múltjának őrzője voltam. Élő emlékezete és tanúbizonysága előző életének. Azóta pedig, hogy 10 évvel ezelőtt meghalt, én viszem tovább az örökségét. Erősebb kötődést érzek a múlthoz, mint a jelenhez. Igazi énem most is Budapesthez köt, és életben tartja bennem anyámat.